Újra nagyon sok szeretettel köszöntök a Kisvakon csatornán mindenkit. Ma egy unboxing videó lesz. Megérkezett egy csomag, amit hát vásároltam. Gondoltam, kibontom és megmutatom, mi van benne. Néhány szőlőfajtát rendeltem. Ugye úgy tűnt nekem, hogy az új kertben jó a föld, és mivel van kordon is, amin hát van valami nagyon régi elhanyagolt 15 éve nem művelt szőlő, amit hát megszüntetünk, a helyére beültettünk néhány olyan fajtát, amit hát meglátjuk, hogy milyen lesz, és ez van a dobozban, ezt rendeltem meg. A dobozt azt Moldovából rendeltem, ugye én párciumi vagyok, úgymond országon belülről érkezett. Zömében orosz és ukrán fajták vannak benne, de vicces, van benne magyar fajta is. Hát nem nagy dolog van benne, de inkább érdekes dolog. Na hát, fogjunk hozzá, bontsuk ki. Még annyit, hogy a szőlő, amit meg akarok szüntetni, ezt nem úgy akarom megszüntetni, hogy kivágom, hanem úgy akarom megszüntetni, hogy mivel az alja, tehát azok is oltott szőlők, az alanyt azt meg akarom tartani, csak át fogom őket oltani, ha majd ezekből lesz már vesszőm, tehát az majd jövőre, idén vissza lesz vágva, úgyhogy legyen hely ennek a kordonon, és jövőre aztán azokba bele fogok ezekből vesszőt oltani. No, hát nézzük meg, mi van a csomagban, és szerintem felkapcsolok egy lámpát is, így jobb lesz. Nálunk egyébként napok óta fagy, de keményen, kőkeményen fagy, úgyhogy hidegek vannak. Egy amatőr szőlőkedvelőtől vásároltam tojás. Hát igen, ez végül is csomagolásra kiváló. Na lássuk, mi van itt. Hát mint az látható, 1, 2, 3, 4 darab szőlő. Hát lássuk, hogy hogy néz ki. Én is kíváncsi vagyok. Igen, hát gondoltam. Ezek csak simán legyökeresztetett szőlők, ez így nem maradhat. Tehát ezért mondom, hogy ezt elültetem, ebből lesz a vessző. Azt csinálta, ahogy én látom, hogy magát a nemest gyökeresztette meg. Ez így elég érzékeny lesz, tehát ez nem így marad. Hanem idén annyit bírjon ki, hogy hozzon nekem vessőt, aztán jövőre majd rákerül oltva azokra a vadalanyokra, amiket már mutattam, meg a már meglévőkre. Na lássuk, mi van itt. Hát gondolom nem kell bemutassam, nagyon jól ismert szőlő most már hála néhány videósnak, az anyuta. Ez egy, hát ha jól emlékszem, orosz fajta, állítólag átlagon felüli ellenálló képességgel, nem kényes szőlő, ezért választottam ezt, ez az egyik. A másikat se kell ezt bemutassam, az egy preobrazsenje. Helyzet az, hogy annyian dicsérték, tudom, hogy ez egy olyan szőlő, amivel nagy szívás van, és sokat kell gondozni, de ez az egyetlen ilyen kényes szőlő a csomagból, ez a preobrazsenje. Hát majd meglátjuk, kipróbálom, meglátjuk, hogy mi lesz a véleményem róla. A harmadik egy magyar fajta, és vicces, hogy nem Magyarországról, hanem Moldovából rendeltem, a Nero. Ez egy állítólag nagyon ellenálló fajta. Tavaly már megpróbáltam eltenni, vettem 2 darabot, igaz nem innen, hanem üzletből, méghozzá magyarországi üzletből, és egyik sem maradt meg, úgyhogy hát nem voltam elragadtatva tőle. És van egy érdekesség, ami kevésbé ismert, az pedig ez. Látom, érdekes, egy N-nel írta. Én úgy tudtam, hogy 2 N-nel kell írni. Ez a Giovanni. Ez egy ukrán fajta, és ezt is azért választottam, mert állítólag nagyon-nagyon ellenálló szőlő, hasonlóan az anyutához vagy a Nérohoz.
Állítólag nem érzékeny liszthalmatra, nem érzékeny penészre. Na most ez nem azt jelenti, hogy nem kell gondozni, de állítólag magas ellenálló képessége van. Hát én amiket még olvastam róla, az az, hogy ilyen mondjuk 400 és mondjuk 1 kg 200, 400 g és 1200 g közötti fürtöket hoz, elég nagy, hosszúkás nyújtott bogyójú fürtöket. Egy amatőr nemesítőnek köszönhető. Én a világhír nem tudtam megjegyezni az illetőnek a nevét, és voltam olyan buta, hogy fel se írtam most a videóra, de én amennyire emlékszek, valami Kapeljus Nogó, vagy valami ilyesminek hívják az úriember, de bizisten nem tudtam észbe tartani ezt a Giovanni szőlőt, aki megalkotta. Állítólag nagyon korai fajta, ilyen 100-105 nap alatt beérik, tehát már így augusztus elejére, augusztus 1-e, augusztus 10-éig ez beszokott érni. Bogyói nagyok, olyan 10-12 grammosak, tehát elég nagyok. És hát ami még talán érdekessége ennek, az az, hogy hát ez egy ukrán szőlő, ukrajnai nemesítőtől, meglátjuk, hogy milyen lesz, ugye ennek a neve Giovanni. Szerintem mutatok ide róla egy képet, hogy nagyjából hogy néz ki ez a Giovanni. Na hát ugye nem rossz, és amiért még őt választottam, mert az az, hogy muskotályos. Tehát van egy muskotája, és az én feleségem az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon muskotájpárti. Volt egy időben hamburgi muskotájunk, és egyszerűen imádta, úgyhogy azt még egyszer nem teszek a kertbe, az biztos, viszont megpróbálom ezt a Giovannit, aztán meglátjuk, hogy milyen lesz. Amire még nagyon kíváncsi vagyok, ez a preobrezsenje, hogy nálam milyenre sikeredik, ki fog derülni, jövőre mutatni fogom, illetve meglátjuk, hát ha végre lesz egy olyan, amíg sikeres Néro. A Nérót azt tavaly is arra próbáltam, és nem maradt meg. Most is arra fogom próbálni, hogy egy kis lugast ide a teraszom mellé készítsek belőle, ugyanis nagyon szívós fajta, és ha összejön, akkor ebből egy kis lugas fog kialakulni szép lassan. Én ráérek, nem szoktam sietni. A Giovannit azt ugye a kertbe teszem, az anyótát is a kertbe teszem, és a preobrezsenyét is a kertbe teszem. Mivel sajnos ezek nem oltványok, igaz, nem is voltam olyan buta, hogy nem kérdeztem rá, hanem csak simán meggyökeresített vesszők, ezért nagyon kell lesz ügyelnem rájuk. De hát nekem, ha kibírja a jövő szezont, az már teljesen elég. Megpróbálom majd nyári kánikulákba, stb. Majd egy kicsit védeni egy hálóval, vagy valamivel, hogy azért ne legyen probléma. Én félek így, az ilyen nemes vesszőket mindenféle erősebb alany nélkül, hát ezektől félek, de viszont bagolyért jutottam hozzá, mint a négy fajtához. Úgyhogy ha véletlenül nem is jön össze, akkor nem fogok köhögni. No, hát megpróbáljuk, úgyhogy ha sikerül, akkor hát igen, anyuta, preobrezsenyé és Nero is lesz, de ami leginkább izgatja a fantáziámat, az ez a Giovanni szőlő. Kíváncsi leszek, hogy milyen. Hát köszönöm a megtisztelő figyelmet, ez lett volna az unboxing. Én azt hiszem, hogy minél hamarabb ezeket... De bár nedve, alaposan nedvesek, tehát látszik, hogy alaposan beítattam, mielőtt elküldt. Gyors postával érkezett, tegnap lett feladva, és ma már meg is kaptam, de minél hamarabb most szeretném őket földbe tenni. No, köszönöm szépen, és akkor legközelebbi viszonthallásra.